Jó estét kívánok! Önök a Kecskeméti Televízió híradóját látják 19 órakor. Nézzük, miről lesz szó a mai híradóban. Nem kell többé forgalmi dugókban rostokolniuk a hetényegyházi lakosoknak, jövő héten elindul az elővárosi közlekedés. A város több pontján fejlesztették a közvilágítás hálózatot idén, Kadafalván, Katonatelepen és a Halasi úti hobbisoron is helyeztek ki újabb lámpákat. Jövő héten ismét elszállítják a zöld hulladékot Kecskeméten, mivel az időjárás miatt még sok levél maradt a fákon. Nem kell többé 40-50 perceket forgalmi dugokban rostokolniuk a hetényegyházi lakosoknak, ha Kecskemétre akarnak eljutni. Fele annyi idő alatt érhetnek célba, ha a vasutat választják. A december 13-án életbe lépő menetrendi változásokról ma délben az interneten tartott sajtótájékoztatót Szemereiné Pataki Klaudia polgármester és dr. Homolya Róbert, a MÁV ZRT elnök vezérigazgatója. Végre megoldódhat a hetényegyháziak örök problémája. Nincs több időrabló forgalmi torlódás azok számára, akik december 13-ától a vasutat választják. A MÁV ZRT és Kecskemét városa közösen dolgozták ki az elővárosi közlekedés működtetéséhez szükséges komplex infrastruktúrát. Ennek megfelelően Hetényegyháza és Kecskemét között munkanapokon több mint ötször annyi vonatpár közlekedik majd, mint jelenleg. Emellett összehangolták a vonatok és a buszok menetrendjét, és a közlekedés folytonosságát biztosító új buszjáratok is indulnak, hangzott el a témában tartott mai online sajtótájékoztatón. Fontos lépést tettünk a magyarországi nagyvárosok életében, mégpedig nem csak Budapesten valósulhat meg az elővárosi közlekedés, hanem most már kilépve a vidéki nagyvárosokba, a nagyvárosok is elkezdenek sorra fölzárkózni az elővárosi közlekedés megvalósításába. Így Kecskemétnek is egy kiemelt feladata ez a közösségi közlekedésnek, az új típusú közösségi közlekedésnek a meghonosítása a lakosságunk körében. Az új járatok többnyire reggel 6 óra és fél 9 között, délután pedig 14 és 19 óra között bővítik a kínálatot már jövő hétfőtől. A városunkban megvalósuló közlekedésfejlesztés több szempontból is fontos a Volánbusz ZRT-vel összeolvadt vasúttársaságnak. Helyközi közlekedésben a most december 13-ától életbe lépő menetrend az a legösszetettebb és a legösszehangoltabb fejlesztéseket tartalmazza. Talán azt lehet mondani az elmúlt időszakban mindenféleképpen, hiszen ilyen típusú és ilyen szemléletű menetrendegységesítést még nem hajtottunk végre. A fejlesztés előrelépést jelent a tarifa közösség megvalósulása felé is. A MÁV Start ugyanis a Kecskemét-Lajos-Mize-Budapest vonal, Kecskemét és Hetényegyháza, valamint a Kecskemét-Szolnok vonal Kecskemét és Kisfáji közötti szakaszán december 13-ától elfogadja a kecskeméti buszbérleteket. A jövő évtől pedig kombinált bérletet is lehet majd váltani. Szemereiné Pataki Klaudia polgármester a sajtótájékoztatón arról is beszélt, hogy 13 000 laknak Hetényegyházán, és naponta átlagosan 8 000 gépkocsi közlekedik a településrész és Kecskemét között. Nem ritka, hogy 50 percet vesz igénybe a két pont közötti ingázás. Ezt a helyzetet szeretnék enyhíteni a bevezetendő új szolgáltatásokkal, amelyekről további részleteket olvashat a híres.hu oldalon. A polgármester kitért más folyamatban lévő együttműködésekre is a MÁV ZRT-vel. Így például elmondta, hogy gőzerővel zajlik a vasútállomás felújításának és a csomópontnak a tervezése, amely lassan a kiviteli szakba fordul át. A város több pontján történtek ebben az évben közvilágítási hálózatfejlesztések. Kadafalván, Katonatelepen és a Halasi úti hobbisoron is helyeztek ki újabb lámpákat, de ennél jóval hosszabb a lista. Falu György alpolgármester azt mondta, összesen körülbelül 13 500 lámpatesttel rendelkezik Kecskemét. Új lámpatestekkel látták el Kadafalván a Szitakötő utcát. De ez csak egy példa arra, hogy hol fejlesztették a közvilágítást. Kecskemét több részén telepítettek új világító berendezéseket, például a Halasi úti hobbisoron, Katonatelepen, a Törekvés lakótelepen, vagy éppen Ménteleken. Tudomásul kell venni, hogy a belvárosi területeken, ahol nagy a laksűrűség, drága az ingatlan, drága a lakás, ott a közvilágítás fejlesztés prioritást élvez. Azt is tudomásul kell venni, hogy aki bár külterületen lakik,
de beépítése szánt területen az ő problémájuk megoldása is napirenden van. A beépítésre nem szánt mezőgazdasági területeken csupán az előbb említett két típusú lakóterület teljes rendbetétele után fognak elvégezni fejlesztéseket. Kivétel néhány olyan nagyforgalmú külterületi gyűjtőút, gondolok itt a különböző Vacsi köz, Talfája köz, vagy például, de csorolhatnék sok ilyet, tehát azért ezeken a területeken, a gyűjtő utakon mindenképpen igyekszünk valamilyen szintű szolgáltatást biztosítani, de arra, hogy beépítése nem szánt területen, lakóutcákban, ahol 3-4-5 ingatlan van, és ott közvilágítás legyen, erre sem most, sem a jövőben nem lehet számítani. Kecskeméten közel 500 kilométernyi úton 13,500 világító berendezés található. Falu György azt mondta, nem volt és nem is lesz olyan, hogy valahol ne legyen hiba. Naponta több mint 12-13 órán át folyamatosan működnek. Így, hogyha még ha nagyon kicsi is a százalékos hibarány, akkor is kijelenthető, hogy soha nem lesz olyan időpillanat, amikor az összes világító berendezés működni fog, és mindig lesz a városban legalább 150-200 olyan berendezés, amely nem működik. Ráadásul a hiba oka is sokféle lehet. Falu György elmondta, hogy a fejlesztések folyamatosak. Több helyszínre például már meg is rendelte a város a vezérlőszálakat, hogy újabb lámpatesteket tudjanak kiépíteni. Az eddigi munkálatokról és a jövőbeli fejlesztések helyszíneiről bővebben Kiemelő című magazinunkban foglalkozunk. Jövő héten még egyszer el fogják szállítani a zöld hulladékot Kecskemét utcáiból. Bár november végén szokott lenni az utolsó ilyen gyűjtés, idén elcsúszott a vegetációs időszak kezdete, és még mindig sok levél van a fákon. Ehhez igazodik a város és a DTKH Nonprofit Kft. Mint látható, rengeteg levél van még a fákon. Ezeket, ha lehullanak, zöld zsákokba teszik, amiket elszállít a DTKH Nonprofit Kft. Az eddigi években mindig november végén vitték el utoljára a zöld hulladékot. Most azonban még egy hetet biztosít a város és a vállalat. A vegetációs időszak megnyúlt, illetve sok helyen a városban ki vannak téve a zsákok, és nem szeretnénk, hogyha az egész télen kint lenne, mert kutyák széttépik, széthordja a szél, tehát különböző problémákat okozhat. Ezeket még elszállítjuk. Rendkívüli helyzet van, nem csak a járvány miatt, a természet miatt is. Erre reagálunk, ezért egyeztettünk így a DTK-val, hogy még egyszer vigyék el ebben az évben. Az extra szállításra jövő héten kerül sor. A jövő héten, tehát a december 14-ével kezdődő héten még egy hét zöld hulladékszállítást ütemeznek, tehát a rendes ütemterv szerint, amikor a hét amelyik napján szokott menni a zöld hulladékszállító, jövő héten ezt meg fogják tenni, és a még kint lévő zöld hulladékot el fogják szállítani. Tehát akinek még van zöld hulladéka, az bátran tegye ki zsákban a háza elé, el fogják szállítani hétfőtől péntekig. Ezzel párhuzamosan a Városgazdasági Kft. És a Városüzemeltetési Kft. Összefogva egy egyszeri decemberi akciónak köszönhetően segít a társasházak lakóközösségeinek a lehullott falevél elszállításában. Ehhez egy nagyméretű, úgynevezett Big Bag zsákot biztosítanak, amelybe a társasházak összegyűjthetik a faleveleket, majd a cégek elszállítják azt. A nagyméretű Big Bag zsákokat a 0630 236 82 24-es telefonszámon, vagy a köztisztaság@kvu.hu e-mail címen lehet igényelni. Új autót vásárolhatott a Kecskeméti Polgárőrség Egyesület az önkormányzat támogatásának köszönhetően, amelyet a mai napon vehettek birtokba. A hibrid Toyota gépjárművet jelképesen Sipos László tanácsnok, önkormányzati képviselő adta át az egyesület számára. Eddig 3 autóval rendelkezett a Kecskeméti Polgárőrség Egyesület, azonban az önkormányzat támogatásának köszönhetően beszerezhetett egy új hibrid Toyotát, amely a mai napon érkezett meg a szervezethez. A kocsit jelképesen Sipos László tanácsnok, önkormányzati képviselő adta át Novák Zoltánnak, az egyesület elnökének. Jelen évben a sajnálatos járvügyi helyzetre polgármester asszony egy nagyon-nagyon komoly felajánlást tett, és megemelte a polgárság támogatását a duplájára. Ez lehetőséget biztosított arra,
hogy egyéb költséget főhasználva pénzkereteket vegyünk egy ilyen autót. Mivel a polgárőr egyesületek támogatásból működnek, nagy segítség a városvezetéstől származó plusz 10 millió forint, amit a járvány alatt tett munkájukért kaptak köszönetképpen. A vírus mindenki számára kellemetlen volt, és polgármester asszony megkérte a polgárőröket, hogy valami módon segítsék őt is. És akkor kétféle dolog volt, egyik a gondoskodó szolgálathoz bement kéréseknek a továbbítása, azaz kivitele azoknak a személyeknek, akik kérték. A másik viszont az, hogy időszakonként hangos bemondóztuk föl az autókat, és jártuk a város egész területét, külterületet, belterületet, és hát próbáltuk az emberek tudatába belevésni azt, hogy mivel is állunk szembe. És hát ezzel nagyon sok órát, időt és energiát tettek a polgárőrök, és ezt látta a polgármester asszony. A polgárőrök szívesen segítenek a lakosságnak a járványhelyzetben is. Céljuk, hogy felhívják az emberek figyelmét a szabályok betartására és az egészség megóvására. Az új gépjármű is hasznos segítség lesz ebben nekik, ami már fel is van matricázva az Országos Polgárőr Egyesület által előírt kinézet alapján. 20 új fa őrzi a kecskeméti nagybani piacot mától. A facsemeték a kecskeméti Termosztár Hőszolgáltató Kft. Jóvoltából az ültes fát, tegyük zöldebbé Kecskemétet program keretében költöztek új helyükre. Évek múlva véderdőt alkothatnak majd a területen. 20 facsemetét ültettek el ma a nagybani piac parkolója melletti füves területre a Kocsispál iskola tanulói és oktatói. A faültetést Kósafalu polgárai kezdeményezték, ezzel csatlakoztak az ültes fát, tegyük zöldebbé Kecskemétet programhoz, amelyet a Termosztár Kft. Hirdetett meg. Ez egy forgalmas útszakasz, a nagybani piacra nagyon sok ember jár, és azt gondoltuk mi, kecskeméti polgárok, hogy a kecskeméti piacnak is jól tesz az, ha minél több fa kerül erre a területre. Hárs, juhar és kőris fák kerültek a füves területre. Nagyon szerencsés ez a helyszín. Itt ugye a vásártér terület egy hatalmas terület, folyamatos tereprendezések történnek, de ez itt egy igazi védősávot fog biztosítani nekünk így a forgalmas út mellett. Kolek Andrea hozzátette, a mai faültetés egy igazi csapatmunka volt. Az intézmény és piacfenntartó szervezet biztosította a termőföldet, a későbbiekben pedig vállalja a fák gondozását is. A mai faültetés egyik kezdeményezője a Kecskeméti 10 millió fa egyesület volt. Egyre többen vagyunk, nagyon fontos, szerencsére a városvezetése is ráérzett arra, hogy ez egy olyan projekt, amit bármilyen szinten támogatni fognak az emberek, és így úgy gondolom, hogy egyre bővülő, egyre nagyobb támogatottsággal fogunk elérni a céljainkat. A város több pontján találkozhatnak már a járókelők új facsemetékkel, a faültetési akció azonban még nem ért véget. Holnap Borbáson folytatódik. A Termosztár Kft. 25 éves fennállását ünnepli idén, 651 facsemetét ajánlott fel ebből az apropóból a cég, ezzel is tisztelegve Kecskemét múltja előtt. A koronavírus elleni védőoltásra való regisztrációs levelet a mai napon kezdte el kézbesíteni a Magyar Posta. Több mint 2.060. életévét betöltött nyugdíjas kap levelet a Nemzeti Népegészségügyi Központtól, amelynek kitöltésével és visszaküldésével regisztrálhatnak az oltásra. Több mint 2.060. életévét betöltött nyugdíjas kap levelet a Nemzeti Népegészségügyi Központtól, amelyet a mai napon kezdett el kézbesíteni a Magyar Posta. A kézbesítés pénteken a főváros belső kerületeiben kezdődött el, majd szombattól a Budapest többi kerületében élők kapják meg a leveleket. Ezt követően országszerte folytatódik a kézbesítés. A borítékban a tájékoztató mellett egy regisztrációs lap és egy válaszboríték található, amelynek kitöltésével és visszaküldésével a nyugdíjasok regisztrálhatnak a koronavírus elleni védőoltásra. 2021. január 11-ig hosszabbította meg a kormány az ország teljes területén az ingyenes parkolást a közterületeken. Az intézkedés célja, hogy ezzel csökkentse a tömegközlekedési eszközökön esetlegesen kialakuló zsúfoltság és ezáltal a fertőzés esélye is, ugyanis a koronavírus járvány terjedésének lassításában kulcs szerepe van a megfelelő távolság megtartásának, írja Facebook oldalán Szent Királyi Alexandra kormányszóvivő. A kormány ennek érdekében tehát jövő év elejéig meghosszabbítja az ingyenes parkolást. Nem csak a szilveszteri bulik maradnak el az idén, de a főtéri dúroktatásnak is gátat szab a kormány.
betiltják a petárda és tűzijáték értékesítését az országban a fokozódó járványhelyzet miatt. A koronavírus terjedése miatt eddig is biztos volt, hogy szilveszterkor elmaradnak a nagy bulik, a kormány ugyanis az operatív törzs javaslata alapján korábban arról döntött, hogy az év utolsó napján is fenntartja a kijárási tilalmat este 8 és reggel 5 óra között, valamint 10 embernél több nem lehet egy helyszínen. Gulyás Gergely kancellária miniszter azonban a kormányinfón azt is elmondta, a buli tilalom miatt idén a petárda és a tűzijáték értékesítése és használata is szigorúan tilos az országban. Bár a tűzijáték kereskedők számára ez nagy érvágás, a kutyák idei szilvesztere biztosan nyugodtabb lesz. A Szent Család plébánia tagjainak szolgálata mellett lobban fel az adventi koszorú harmadik gyertyája. Az eseményt ezúttal is felvételről közvetíti a Kecskeméti Televízió. A szombat délután 5 órától látható műsorban Hatházi Róbert plébános mond adventi üzenetet, és a koszorú harmadik gyertyáját is ő gyújtja meg. Az adásban ezt követően ezúttal is a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar rövid meglepetés koncertje csendül majd fel. A műsor a Kecskeméti Televízióban és annak YouTube csatornáján, valamint a híres.hu weboldalán és a Facebook oldalán lesz követhető, illetve visszanézhető. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer, röviden. Nem kell többé 40-50 perceket forgalmi dugókban rostokolniuk a hetényegyházi lakosoknak, ha Kecskemétre akarnak eljutni. Fele annyi idő alatt érhetnek célba, ha a vasutat választják. A város több pontján történtek ebben az évben közvilágítási hálózatfejlesztések. Kadafalván, Katonatelepen és a Halasi úti hobbisoron is helyeztek ki újabb lámpákat. Jelenleg körülbelül 13.500 lámpatesttel rendelkezik a város. Jövő héten ismét elszállítják a zöld hulladékot Kecskeméten, mivel az időjárás miatt még sok levél maradt a fákon. Új autót vásárolhatott a Kecskeméti Polgárőrség Egyesület az önkormányzat támogatásának köszönhetően, amelyet a mai napon vehettek birtokba. A hibrid Toyota gépjárművet jelképesen Sipos László tanácsnok önkormányzati képviselő adta át az Egyesület számára. Önök a hírös híreket a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Híróránkat hamarosan izgalmas témákkal folytatjuk. Kiemelő magazinunkban egy fontos beszélgetést láthatnak majd arról, mire érdemes figyelnünk, ha kölcsönt, főként gyors kölcsönt szeretnénk felvenni. Falu György, alpolgármester pedig részletesen is beszámol majd arról, hogy milyen fejlesztések várhatóak Kecskeméten a közvilágítás szempontjából. Olvassák és nézzék hírportálunkat, a cím híres.hu. A híres híreket 20 óra 50 perckor, 22 óra 30 perckor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és 8 óra 50 perckor ismételjük meg. A kecskemétiptv.hu weboldalon pedig bármikor ismét megtekinthetik. Friss hírekkel legközelebb hétfő este 7 órakor várjuk Önöket. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Szombaton erősen felhős vagy borult, néhol tartósabban párás időnk lesz, de helyenként átmenetileg felszakadozhat a felhőzet. Számottevő csapadék nem valószínű. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 2 és plusz 3 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 3 és 6 fok között várható. Vasárnap eleinte túlnyomóan borult, párás, helyenként ködös idő várható. Napközben a köd megszűnik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 1 és plusz 4, a legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 9 fok között alakul. Hétfőn gyengén felhős, napos és réteg felhőzettel borított, ködös területek egyaránt lesznek, számottevő csapadék azonban nem valószínű. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 4 és plusz 3, a legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 9 fok között alakul.